Üdvözöljük a kedves nézőket! Austinból jelentkezünk, Texasból. Hát lassan sikerült ide is megérkeznünk a 7. versenyre az idei szezonunkban. A srácok már elég sokat készültek erre a napra, a versenyre, és a pálya és a levegő hőmérséklete is, hogy most is eléggé meleg, a tesztek alatt is eléggé forró volt a hangulat. A pálya vonalvezetését láthatjuk, 5,513 km és 20 kanyar áll rendelkezésre. Az egyes kanyar adja a legmagasabb pontját a pályának, eléggé beláthatatlan az első kanyar, meglátjuk, hogy sikerül ott elfordulni. Nézzük a rajtsorrendet. Eléggé sokan összejöttünk erre a versenyre. Az első helyet igencsak meglepetésszerűen szerezte meg, mert a McLarenek bravúroskodtak a teszteken, viszont az időmérőn Bakos Zsolt a Red Bull-lal szerezte meg az első helyet. Mögötte a Ferrari-val Csáki Gergely. Majd a McLarenek a harmadik és negyedik helyen Jáger Tibor és Kishalmi Dávid sorrendben. Őket követi a Mercedes-szel Olá Krisztián. Majd a hatodik helyen a Toro Rosso-val Moser Norbert. Meglepetés, hogy Csáki László csak a hetedik hely. Újoncunk, Lőrinc Gábor a nyolcadik helyre debütált ezen a versenyen. Majd Fodor Mihály a kilencedik, Waldinger Bence a tizedik, a Toro Rosso-val a tizenegyedik Szabó, majd a másik, Bukovinski Mátyás a Red Bull-lal, aki igencsak hátulról fog elrajtolni. A 13. helyen Várajai Szabolcs van az Uber Alfával, és idő nélkül a Haas Ferrari pilótája Obers zárja a sort. Izgalmas versenynek nézünk elébe! És már is megkezdték a felvezető kört itt az amerikai versenypályán. Szia Laci! Bocsánat, szia Laci! Köszöntök én is mindenkit! Én is ideértem nagy rohanásba, de megérkeztem. Meg kell, hogy mondjam, nagyon örülök, hogy ilyen sokan részt tudunk venni ezen a futamon. Ugyanis talán az egyik legjobb ilyen futamunk, nem? Tehát a legtöbb indulóval induló futamunk. Igen. Meg kell hagyni, tényleg szép létszámmal vagyunk jelen. Igen, a másik pedig, hogy hát ez a pálya nekem nem tartozik a kedvenceim közé. Van benne hosszú egyenes is, és elég technikás, kanyargós rész is. Szerintem azért lesz izgalom itt is. Lesz, pláne hogyha a gumikeverékeket veszik. Ugye az ultralágy, a lágy és a közepes gumikeverékeket lehet használni ezen a versenyen. Hát a... hoppá, Szabó! Úgy látom, megpróbálja bemelegíteni ezeket a gumikat, meg a fékeket. Na de ennyire? Én, ha taktikailag nézem a pályát, akkor mindenképp megpróbálnám minél melegebbre bemelegíteni a technikát. Hopp, itt pedig Waldinger is, ha jól látom. Úgy látszik, hogy nem vagy egyedül. Igen, tehát én megpróbálnám minél jobban bemelegíteni a gumikat és a fékeket, ugyanis szerintem az első kanyar az egy nagyon-nagyon beláthatatlan és nagyon kemény vallós kanyar. Jól látod a helyzetet, kérlek szépen. Hát ugye ott eléggé megemelkedik a pálya vonalvezetése. Itt pedig mi? Szabó? Úgy látom, Szabó küzdik egy picikét. Lehet, hogy már most elkezdődik a mi technikai problémája? Hát bízunk benne, hogy azért a versenyen nem fog így megállni. Hát kiderül, igazániból még 50 perc vissza van a versenytávból, úgyhogy addig még a technika közbeszólhat bárkinek. Sajnos. És úgy látom, hogy itt már érkezik Bakos Zsolt, hogy elfoglalja az első rajtkockát. Így van. Majd mögötte Csáki Gergely a Ferrari-val. Azért ők ketten egy komoly páros így az első sorban. Igen, és ahogy említetted is, hogy megelőzték a McLareneket, nagyon nagy gratuláció érte igazándiból, mert a két McLaren kegyetlen gyors.
ez így van, meglátjuk, hogy a második sorból mit tudnak majd elérni. Aztán ugye Olá Krisztián, Mózer Norbi, Csáki Laci, Lőrinc Gábor, és a többiek, ott pedig Szabó. És mindenki más is elfoglalja helyét, így van. Na akkor nézzük azokat a piros lámpákat, mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a rajt. Itt az első régió nagyon szépen elkapta rajta, hátul egy picikét talán a Renault-val Wardinger Berc, aki beragadt, de nagyon jó eljött a mezőny. És itt jön az az ominózus első ballos kanyar, nagy fékezés, és úgy látom, hogy nagyon szépen, hát egy picit Wardinger itt egy erőszakos volt Szabó, a végére kicsúszott, de mindenki nagyon szépen eljött eddig. Közben nézzük itt a közéső régiót, és jönnek a technikás kanyaros rész, de úgy látom, hogy nagyon szépen eljött mindig mindenki. Egy-két a Ferrari, a Red Bull pilótait. Picikét és Obest megcsúszott, és várjai a falban, és Wardinger is összetört a Renault. Hoppácska az elején, és itt pedig, ha jól látom, akkor Fodor megcsúszik egy pillanatra, megforgatja Mercit. De ez viszont tudja folytatni a futamot. Bár elmennek mellette is. Itt pedig nagyon-nagyon fékez Mózer Norbi. És itt pedig hátul jönnek, próbálnak felzárkózni törött autóval is. Sőt, ha jól láttam, akkor Fodor megforgattak még egyszer a Mercedes-t. Csak nem kapott defektet. Bízunk benne, hogy nem, én úgy láttam, hogy nagyon szépen el tudtak jönni. Elég keményen fékeznek itt a srácok. Wardinger pedig ott a bukótérből próbálkozik visszajönni. Na nézzük itt az elejét, ha jól látom, elég szoros a mezőny, mint Bakos eljött, egy kicsit Jager követi, Csáki Gergely, aztán Kishalmi és Olá Krisztián is, és Csáki Gergely megérkezik, Jager Tibor egy picikét, és közben Olá Krisztián is ott hátul, most megpróbálkozik Kishalmival, na nézzük, mi lesz a vége! A célegyenesben az a ballos, az nagyon komoly. És ha jól látom, Olá Krisztián megelőzte, itt pedig Wardinger becsúszott oda a gumifalba. Ó, Bersi és én, hát itt leamortizálták a Ferrari-t. A Ferrari-t az autót. Kérlek, Haas Ferrari addig, oké, Renault Ferrari-ról még nem hallottam, de megint Jager Tibor. És Jager Tibor, igen, ha jól látom, Bakosra nagyon komolyan érkezik meg. Megpróbálkozik szerintem bevetődni mellé, de nem, itt nem próbálja meg. Nem, majd a hosszú egyenesben. Ha jól látom, Bakos egy picit elrontotta a tudósítást itt a hosszú egyenesben, viszont Jager Tibor a szélárnyékból kibújik. Ott van Bakos mellett, na nézzük, hogy meg tudja előzni. Körbeautózta! És Jager, és Bakos visszajön, nagyon fékez, na nézzük, mit hozta ki belőle. És ott van Jager, ott tartja az autót, Bakos hatalmasat fékez ismét, és Csáki Gergely odaérkezik mellé, és jön Kishalmi is, és próbálkozik Csáki Gergely ellen, de vissza kellett sorolnia. Milyen előzéseket és próbálkozásokat látunk. Elképesztő, és úgy látom, még nincs feladva ez a verseny. Nagyon komolyan érkezik a Ferrari-val Csáki Gergely, elől megy Bakos, előtte pedig Jager és Kishalmi is jön, és közben Olá Krisztián is nézi a lehetőségeket, és Csáki Gergely bevetődik Bakos mellé, na nézzük a kanyart, Csáki Gergely elmegy, és még Kishalmi is, és Bakos visszaelőtt, Csáki Gergely is ott van. De komoly ez a második, harmadik, negyedik hely, és Csáki Gergely egy kicsit lecsúszott, Bakos visszaszedte a pozíciót. Csak úgy vándorolnak itt a helyek. Gyönyörű! Hát ez kell nekünk! Egy kis kihagyás után is gyönyörű a dolog. És Bakos elrontja, Csáki Gergely is kénytelen volt hatalmasat fékezni, nézzük Kishalmit, ki tudja használni. Itt a hosszú egyenes, itt van a hosszú egyenes. És lehet előzni szélányékból, Csáki Gergely elmegy Bakos mellett, és Kishalmi is nagyon komoly tempóba érkezik. És Bakos megszerzi, még mindig ott van elő. Nagyon szépen védekezik Bakos. És ebből Kishalmi is megpróbálkozik, ide-oda megy az a hely. Ha jól látom, Olá Krisztián is felérkezik mögéjük. Ő sem akar kimaradni ebből az egész versenyből. Gyönyörű, ahogy csinálja, és ott van Olá, de vissza kell, hogy mennie. Bakos, Csáki Gergely.
Nagyon komoly, Olá Krisztián és Kishalmi Dávid küzd kegyetlenül. És itten pedig ott, itten van most Csáki Gergely is, megelőzi Bakos, de itt már látunk Bakos, hogy vissza tudott jönni. És Olá Krisztián nem bírta a nyomást és megforgatja a Mercedes-t. Hát gyönyörű a verseny, kérem! Itt pedig Bakos, ott van Bakos! Kishalmitól visszavette megint a pozíciót! Ez a harmadik, negyedik, második hely nagyon-nagyon-nagyon komoly! És ez az egész versenyzés itt most Jäger Tibornak kedvezett, egy picikét meg tudott lépni! Hú, kérem! Technikailag nézve igazad van, ez az egész Jäger Tibor malmára hagyja a vizet. Már igen szép előnyt ki tudott autózni a mögötte lévőkkel, és úgy látom, hogy Kishalmi megelőzte Bakos Zsoltot a hosszú egyenesben. Így van, így. Viszont Bakos Zsolt, bocsánat, Bakos Zsolt azért nem adja magát ilyen könnyen, mert láttuk, hogy milyen könnyen vissza tudja szeretni ezeket a pozíciókat. Viszont itt, ha jól látom, egy picikét hibázott, és most le is maradt. Hoppá, és Kishalmi is hibázgatott. Nem semmi ez a futam. Négy kör ment el, és már alig van hangom, Laci. Kevesebbet kell ordibálni, és várajaival utazhatunk. Előtte Fodor Mihály a másik Mercedes-szel. Várajai egyébként szépen feljött, mert igazán az első kanyar, vagyis hát az első körnek a felénél már a falba kötött ki. Ahhoz képest most kiderik. Van. Igen, hát ahhoz képest is beérkezik Fodor mellé, célegyenesben, szélárnyékból talán... Megpróbálkozik Várajai Szabocs, szerintem ez nem kérdés, viszont nagyon védi az évet. Hoppá, Szabó megforog előttük! Hú, de feszélyes pillanatok voltak! És itt pedig Várajai és Fodor még mindig küzdenek egymással, nagyon szép, és Várajai elmegy Fodor mellett! Egy picikét leszélesíti mind a kettő a pályát. Viszont ha jól látom, Fodor még mindig nem adta fel. Tapad, nagyon tapad az a Mercedes. Itt pedig Olá Krisztián és Sáki László. A Mercedesen próbálkozik Olá Krisztián. Sáki László kint van a falba. Ezt nagyon elmérte ezt a kanyart. Mélyebbet akar fékezni, mint kellett volna. Csáki Laci nagyon benézte. És ezzel már elég sokat bukott. Hoppá, Csáki Laci ismét megforog. Na, ilyeneket nem szabad megint megengedni. Na, kérem szépen, ezzel bukott nagyon sokat. Mert ezzel így a nyakába fogja kapni Várajai Fodor Szabó 3-as. Igen, és ők is eléggé komoly és gyors pilóták, úgyhogy vigyázni kell Csáki Lacinak. Na, nézzük a rajt ismétlését. Az elején nagyon szépen eljött, és ott hátul a Renault érdemes nézni, beragadt, sőt, még ott a Force India is beragadt egy pillanatra. Őket nagyon komolyan lerajtolták, és itt érdemes a hátsó régiót is majd nézni, ahogy a Renault egy kicsikét, sőt, itt a Red Bull is egy kicsit erőszakos. Tolja ki a Toro Rossót. De szépen megfogták itt ezt a kanyart, és mindenki szépen eljött. Itt Várajai ment biztosra, Waldingernek kitereli kicsit Szabót, aki még Várajait is, pedig ő aztán a pálya szélén volt igazán. Szabó nem nagyon tudott hova menni, jobbról is balról is voltak, úgyhogy... Az elején nagyon szépen elkapta, és szerintem ugyanabban a sorrendben, ha jól láttam, el is jöttek. Bakus szépen eljött, Csáki Gergely, Jäger, bár Jäger is elég komolyan ott van. Viszont Csáki Gergely jobb pozícióban volt. Picit szűkebbre tudta venni ezt a kanyart. Szépen eljöttek. Hatalmasat fékez, ha jól látom, Bukovinski. Mózert egy picikét megtolja, a hátulról is megtolják Mózert. Mózer megtolja a Csáki Lacit. Hát az ilyen baráti kis pusziszkodás volt. Egy kis kontakt elől, hátul, mindenhol. Jól láttad, ott volt Szabó is. Kapott Waldingert, pedig továbbadta Várajainak. De eljött mindenki szépen. Itt az elején még senki nem tölt össze, úgyhogy ez
külön dicséret minden pilótának. Na, Bukovinski előtt a Renault beragadt, igen. Meg a Force India is. És meg a Force India is beragadt. Bukovinski hatalmasat fékezett. És itt jön mellette a kis csapatba Toro Rossoval. Moser szorítja ki egy picikét. Így van, de éppen, hogy nem értek össze amúgy. Nem, viszont Csáki Lacival össze fognak érni. Hat. Hát egy pici, pici kis puszi a Ferrari-nak. Ennyi még belefér szerintem, bőven. És itt volt a kanyarok középpontjában, ahogy Oberst hibázott egy pillanatra. Oppá, Csáki Laci! Na ezt láthattuk az elején. Á, akkor ezért szélesítették le itt a pályát. Összeértek. Pillanatra összeértek. Pedig a Haas Oberstet látjuk. Meg kell mondani, amit a hátsó régió nagyon szépen észben kapott, észben kapott, hogy beragadt a Renault előtte. Meg a Force India is. Micsoda tömeg van itt elől, kérem. Milyen jó ezt látni, szinte egy kész tömeg nyomva. Soknak tűnik, de mégis olyan kevés, nem? Amúgy igen, de jó. Tehát ilyen létszám helyet nem tudom. Így van. Ennek én is tudnék örülni. Lenne mire Ordibánot? Hát eddig volt Ordibánom. Volt miről Ordibánom, és itt volt Oberst, aki... Nem is tudom, ez nem lenne technikai probléma? Hát figyelj, most vagy megcsúszott a kocsijának a fara, vagy a váltó ment el egy pillanatra, és azért csúszott meg a váltója. Na, ebből a szemszögből talán jobban látjuk Várajai kamera állásából. Szerintem ott megúszott a kocsi. Hát, nagy volt a kanyar tempó. Igen, tehát keresztbe csúszott Várajai, igazából nem tett rosszat. Próbálta kikerülni, de most egy keresztbe érkező autótól mit vársz? Tehát, hogy az merre fog menni, tudod? És ott van, Waldinger pedig hopp, elviszi. Waldinger volt, aki jobban megszívta igazándiból. Várajai nem tört össze az autót. Mondjuk itt nagyon sok időt vesztett, az tény. Waldinger meg nem tudott mit csinálni. Hát láthatjuk is, hogy próbálkozna belülről, aztán mégse, hogy megy inkább kívülre, de látod, tehát ez az, hogy nem tudsz mit csinálni egy forgó autó ellen. Tehát hogy számolod ki, hogy az hova érkezik? Én azt gondolom, hogy ha azért versenyzel, akkor nagyjából azért tudod, azt pedig, ha jól láttam, Podol volt, hogy egy kicsit megforgott. Igen, ez volt Podornak a hibája. Én azt gondolom egyébként, Laci, visszatérve az előző okfejtésemre, hogy ha sokat versenyzel, akkor nagyjából azért tudod, hogy merre kell mozdulni, de van az a tempó már, amikor nem tudsz mit tenni. Hát meg ugye a reakció ideje, az itt volt mindenkinek szerintem. És itt van Fodor, nem itt, mi csak először fordítja meg az autót, vagy forduljon az autóval. Igen. Egy pár kanyarral később viszont ismét megforog. Hoppá! Hát szerintem Oberst itt betolt, hogy hátulból telibe veri a Mercedes-t. Igen, viszont Fodor mellett egyből le is mentek ketten. Na nézzük, ez a Csáki Gergely itt az elejét. De ez is elég komoly. Bakos nagyon jól elkapta rajta. Sokkal jobban elkapta, mint Csáki Gergely. Igen, és Jáger Tibor is nagyon komolyan megérkezik. Csak ő kívülre szorult. Csáki Gergely nagyon szűken tudja tartani az autót. Így Jágernek nem tud esélye maradt. Jáger Tibor szemszögéből meglátjuk, hogy mennyivel jobb a rajtérzéke. Itt lehet nézni, hogy terhelne rá, nem egy kicsikét ér, de ott van Csáki Gergely, nem tud. Kívülről egyetlen egy dolgot tud tenni, kívülről egy kicsikét előbb rá tud lépni a gázra, itt lehet látni, és hogy a pillanatra közelebb érkezik Csáki Gergelyhez, de itt már be kell átállni a sorba. Nem semmi. Jó volt. Még Olá Krisztián és Bakos Zsolt. Így van. Ők hol találkoztak?
Ezt nem láttam. Ezt a pillanatot nem láttam, mert csak most ismétlésbe látom. Na nézzük, hogy ki volt a hibás. Valószínűleg Bakos Zsolt, aki... Mert hátul van, mi? Szerintem hátulra belement, ha csak meg nem csúszott rá Krisztián. Jön Bakos, ott van mellette. Áááááát! Most erre mit mondjak? Hát, figyelj, hogyha... Ha másik kameraszögből, tehát a Bakos kameraszögéből látjuk, és az a Krisztián nem hibá... Na, Igen, itt. Nagyon nagy volt a tempó különbség. Nem tudom, mi történt ott Olá Krisztiánnal, vagy talán szélárnyékba volt, nem tudom. Na mindegy, szerencsére nem nekem kell eldönteni, vagy én nem tudom. Nem egyszerű eset egyébként. Most nem tudom, mondhatnám, hogy versenybalesete, de... Tehát itt is az van, tudod, hogy nagyon-nagyon nagy a tempó, és a reakcióidő... Meg ugye benne vagy a versenybe. Na nézzük közben, Kishalmi Dáviddal utazunk itt a harmadik helyen. És előtte pedig Csáki Gergely van, aki próbálja védeni a pozíciót. De az első kanyarban egy picikét talán jobban megy Kishalmi, mint Csáki Gergely, de nem tudom. Hát az már most érződik, hogy a McLarennek jobban fekszik a kanyargos, technikásabb rész. Sokkal-sokkal közelebb érkezett Csáki Gergelyhez Kishalmi. Igen, és itt az egyenesben egy picit meg is lóg tőle. Féktávon nagyon ráérkezik. És úgy látom, hogy Csáki Gergelynek van egy olyan technikája, hogy inkább egy picikét korábban befordítja azt az autót, megpróbálja, szűkebbre veszi azt a kanyart. Viszont ezzel szerintem kigyorsításnál veszít. Hoppá, Csáki Gergely, megporolt! A második helyen volt Csáki Gergely! És visszaesett a harmadikon! Lehet, hogy elkezdte kopni a gumik? Hát, hatodik kör, hát hogyha a leglágyabb keveréket rakta föl, akkor már a hetedik belépett be Jáger Tibor. Kérlek szépen, lassan ideje lesz. Én nem tudom, de Csáki Gergely kegyetlenül megforgott. Itt pedig Várai Szabolcs lesz az, aki szerintem Csáki Lacitól el fogja venni azt a hetedik helyet. Na, nagyon komolyan odaérkezik. Érkezik meg az Auberrel, érkezik az Auberrel. Na, a kanyarban megpróbálkozik, beteszi belőle. Nem tette be oda még. Csáki Laci számított rá, hogy megpróbálkozik Várajai. Viszont a célegyenesben megnézzük, hogy jól tud-e kigyorsítani Csáki Laci, akkor Várajának nem sok esélye lesz. Én úgy látom, egy picit messze van még tőle, igen. Hoppá, nagyon fékezett Csáki Laci. Jól látom, itt hátul pedig jön ki. Bakos Zsolt. Bakos Zsolt, így van. Már megcsinálta az első kerékcserét. Az első tervezett kerékcsere. Bakos Zsolté. Na de nézzük szerintem Várajai Szabolcsot is. Csáki Lacit. Itt pedig az egyik Mercedes, akkor az Olá Krisztián lesz szerintem, aki kiment. Na nézzük Várajai Szabolcsot és Csáki Lacit. Még mindig nincs meg, most tudta csak megelőzni Várajai. De egy a hosszú egyenesben Csáki Laci szerintem megpróbálkozik visszavenni azt a pozíciót. Nem biztos, hogy jó döntése volt Várajainak. Na nézzük, Csáki Laci vissza tudja szedni a pozíciót. Ha jól látom, igen, Várajai hatalmasabb fékezett. És Csáki Laci nagyon szépen visszaszedte. Ez a meccs még nincs lejátszva. Várajai próbálja ostromolni Csáki Lacit. Hoppá, Csáki egy picikét hibázott, megint odaérkezik Várajai, és most kívülről próbálja meg! Körbeautozza, nem igen! És elment mellette! Aj, de szép! És Várajait sem kell félteni, és Csáki Laci nagyon komoly tempóval érkezik, és bele is megy a falba! Hoppá, hoppá! És Csáki Laci milyen keményen jön vissza! Bakos majdnem telibe kapta hátulról azt a Ferrarit. Hát nem sokon múlott. Nem, itt is
Hoppá! Nem lehet, hogy egy defekt, Laci? Nem lehet defekt? Még nem. Ahhoz még korai. Nagyon füstöl az az autó. Ütközött ugye, ne felejtsük el, Csáki Laci. Többször is. Nem csak mással, fallal is. Hát most az előbb a fallal ütközött, úgyhogy... Na de nézzük Bakó Zsoltot, aki jelenleg a hetedik, és már ugye kereket cserélt. Valószínűleg ő neki a tempója most elég komoly lehet. Csúszkál pedig, csúszkál Bakos. Schwandingen pedig a 13. helyen van jelenleg. Ha jól látnak, Robert mellett mehetett el, aki benn volt a boxba. Lőrinc mellett. Lőrinc? Lőrinc mellett ment el. Picit nekem még szoknom kell itt az autókat, bár tudom, hogy a futam felénél járunk lassan, úgyhogy... Ez már nem kifogás, de... Most Lőrinc jön, jön. Itt nagyon érdemes megnézni a gumi taktikát, és hát a gumi előnyt. Lőrinc tolná le Waldingert. Próbálkozik. És itt a fél egyenes, itt a hosszú egyenesben. Hosszú, de rövid egyenes, nem? Volt ezt ilyen? Már kéne kitárgyaltuk. Igen, igen. Nem, ez hosszú, de hosszú egyenes. Waldinger nagyot fékez, és Lőrinc megérkezik mögéje. Nagyon közel van. Nagyon közel van a Force Indiás. És bemegy mellé. Na nézzük, a kanyarban kijön ki jobban. Waldinger nagyon szépen védekezik. Széles az a Renault, én úgy érzem. Én azt látom, Waldinger Bertrand nagyon szépen tanul. Itt a Renault-nál sok tapasztalatot tud gyűjteni. Lőrinc pedig, hát most Lőrincnek meg kell mutatnia, hogy miért is szerződtette le a Force India. Szélárnyékban most megint közel van, beakasztja szerintem a húskampót. Odaérkezik a Renault mellé, de nincs, de talán megvan az a tempó különbség. Itt megpróbálkozik Lőrinc, elfordult előtte, de nem. Waldingernek jobb a kigyorsítása szerintem. Fej mellett halad a két pilóta, és Waldinger visszaveszi a pozíciót. És Lőrincnek újra kell próbálkoznia. Ennyit a gumi előnyről. Hoppá, Waldinger megcsúszik! Hoppá! És összetöri Lőrinc. Na kérem szépen. Másodszor irány a box. Is, bocsi, másodszor is le van zúzva az a Renault. Valószínűleg én úgy látom, mind a kétszer, hát önhibáján kívül Waldinger összetöri a Renault. Közben jön Jager Tibi, aki már meg is előzi és egy kört ad neki. Itt pedig Szabó, ha jól látom, és Várajai Szabó fog küzdeni. Nézzük, Várajai kívülről megpróbálkozik Szabó mellett elmenni. Szabó sem kell félteni annyira, de Várajai nagyon gyorsan jön, és komoly tempó különbséggel próbálkozik belső íven, viszont Szabó most jobb pozícióban ebben a kanyarban, nem! Várajai jön, és átveszi a pozíciót, és bejön a hetedik helyre. Szerintem Szabó is már megnyújtja ezeket a gumikat. Hát lassan igen, tehát már elérkezünk ahhoz a ponthoz a versenyen, amikor már érdemes kerékcseréknek nekiállni, és Óbers most jön ki a boxból. Valószínűleg ő is megkapja a kört. Így van, és kis Halmi Dávid is kijött a második helyről. Na érdemes lesz nézni akkor róla a Krisztiánt. Sőt, jön még valaki a boxba. Ez valószínűleg Olá Krisztián lesz. Kis Halmi jön ki, ő már elvégezte a kötelezőt. Nem, Olá Krisztián elment. Igen, bocsánat, itt jött Olá Krisztián. Viszont nem tudom, mennyire fogja tudni tartani itt kis Halmi Dávidot. Kis Halmi jön, friss gumikkal, míg Olá Krisztián szerintem még szenvedős, a régi gumikon van. Itt nem lesz kérdés, Laci. Na, várja. Valamiről lemaradtál. Igen. Olá is volt ki.
Ez egy Mercedes. Ez igaz. Olá Krisztián se kell félteni, mert ő is elég szélesre tudja venni azokat a pozíciókat. Le is csúszik egy picit Olá Krisztián. És ha mi Dávid megpróbálkozik kívülről, alávágásra próbálkozik meg. Olá odavágott és megpróbálkozik. És elmegy kívülről, körbe autó. Nem. Olá Krisztián ezt nem engedte meg. Nem, szabadon hagyja a belső ívet, és azt használja ki Kishalmi Dávid. Kishalmi Dávid nagyon komolyan megy, és itt látszik rajta, hogy milyen tempóba, milyen komolyan otthon fejbe versenyzésben, miközben Olá Krisztiánt látjuk, hogy kimegy a boxba. Nem volt értelme tovább nyúzni ezeket a gumikat. Így van, és szép lassan. Úgy gondolom, hogy mindenki túl lesz az első kerékcseréjén. Miközben, ha jól látom, Fodor Mihály történt valami. És ő neki már elszűrtült a neve. Na nézzük Várajai Szabolcsot. Ő is elég szépen rohamosan jön fölfelé. Pont egy ilyen tororoszó szendvicsben van. Itt jön ki Mózer Norbi, ha jól látom. Megérkezik mögé Várajai, aki már ha meleg gumikon megpróbálja megelőzni Mózert, de Mózernek nagyon friss gumiai vannak. Ez nem fog menni. Szabóval szerintem könnyebben ment, és hát könnyebben megelőztem Szabót. Nyúlik is el, ha jól látom Mózerek egy kicsit. Látszik, nagyon jó, nagyon friss gumikat kapott Mózer, érződik is itt a különbség. Tehát az elején a friss gumi mindig gyorsabb. Egy-két körben. Utána úgy nagyjából beáll egyelőre. Mindenkinél. Közben Jager tudom megfutja a leggyorsabb kört. A két McLaren elől van. De, ha jól tudom, akkor Jager még nem volt kint. Kishalmi már biztos volt. Hopp, Várai egy kicsit megfutott. Neked dicsérnem Várajait is tényleg. Öröm nézni, hogy megy. 13. helyről rajtolt el. A 7. helyen autózik. Annak ellenére, hogy elég sok időt vesztett el a salakágyban. Annyi biztos, hogy elég kalandos a versenye neki is most. De biztos, hogy jobb helyen van jelenleg, mint ahogy indult. És azért... Ha nem történt volna vele az, ami történt, tehát az ütközés, stb., akkor biztos, hogy előrébb lenne már most. Valószínű. Hát szerintem a Bakos Zsoltit ostromozna. Hát most azt nem tudom, viszont azt látom, hogy Jáger Tibornak is ide-oda jár az autója. Ezek a gumik már nem sokat bírnak. 13 kör benne van. Ne felejtsük el, hogy többiek mennyi, 7. körtől kezdték el lecserégetni? Azt hiszem. 7. Mondja 7-8, aztán 10. Na mindegy is igazániból. Jágár még jól megy. Valahogy az első 4-es, vagy az első 5 ember most egy picikét széjjelebb ment, vagy nem tudom, egy picit... Pici hízagok vannak. Igen, mindenki elkezdte tudni autózni a saját tempóját, mert ugye nincsenek mögötte, nem nagyon látja az előtte lévőt, tehát nem nyomja túl. Bukovinski Mátyás mögött érkezik Obert. Elég nagy lendülettel érkezik a Haas-os pilóta. Na, ennek kíváncsi ezek, mi lesz a vége. Én nem ezt szoktam látni, egy kicsikét talán megérkezik. Azért a szélányékban eléggé megérkezik Oberst. Kovinszki Mátyás pedig szépen próbál védekezni. Picikét úgy látom Oberst túlerőlteti, bár még így is gyorsan. Szóval Oberstet én egy picikét előrébb várnám, mert nem itt szokott autózni.
Ne felejtsük el, hogy a szezonban ő már nyert is futamot. És itt is látod, Laki? Itt is egy picikét elfékezés, kicsúszik. És ezzel, csak egy picit. És ezzel időt veszít. Lehet, hogy nem hoppá fekszik neki a pálya. Hoppá, hoppá, Bukovinski, egy picit neki is blokkoltak a kerekei, és Obers most megérkezik. Kanyargos részen kívül, hogy belőle talán megpróbálhatja megelőzni. Na nézzük a házszost. Nem, szerintem ez olyan, annyira kritikus pont itt ez a kanyargós rész a pályának, hogy itt nem nagyon lehet előzni. Ha nem hibázik a másik, akkor nem nagyon lehet előzni. És szépen csinálja mind a kettő, szépen csinálja, Obers bevetődik. És nem láttuk sajnos, hogy mi a vége, Bakon Zsolt pedig megforog. Jön olá Krisztián és belemegy. Azt a mindenét. És Bakos Zsolt összetörte az autót. Hogy az Olá Krisztián volt talán, aki összetörte. Hát figyelj, ezt lassításból érdemes lesz visszanézni. Na nézzük, talán visszajátszák nekünk. Jön Olá Krisztián nagy tempóval. Ott látszik, hogy megforog Bakos Zsolt. Csúszik az autó. Olá Krisztián meg fékezik, látszik az autón. És szépen fordul. Nem tudom, miért nem fordult egy picit előbb Olá Krisztián, és Bakos Zsolt pedig jön vissza elé. És összetöri az autó. De kicsúszott? Megvárom, amíg elmennek, kérem szépen. Meg, igen, tehát Bakos Zsoltnak itt meg kell várnia, hogy elmenjen Olá Krisztián. Itt megforog Bakos Zsolt, és ott jön Olá Krisztián, és Bakos már nyomja a gázt. Olá Krisztián nem tud mit tenni. Hát itt, hogyha Zsolt a gáz helyett a féket nyomja, akkor Olá Krisztián elmegy, visszajön Bakos Olá Krisztián mögé, és csatáznak egy jót. Itt pedig Csáki Gergely, aki, ha jól látom, csúszik ő is keresztbe. Sőt, ugyanott. Lehet, hogy itt van valami a pályán. Hoppá! Ja, hogy ez még ugyanaz a visszajátszás. Megcsúszott Csáki Gergely, megcsúszott Bakos Zsolt. És aztán Olá Krisztián pedig belemegy Bakos Zsoltba. Hát, meg ne haragudják, kérlek szépen. Ez nekem vizsgálatgyanús. Figyelj, ha Bakos egy helyben maradt volna, akkor valószínűleg nem történt volna ez az egész. Ott van. Bakos vizsgálják is. És ha vizsgálják, Laci, akkor tudod, mi van. Akkor kérlek szépen baj. Vizsgálat után következmények jönnek. Meglátjuk, mit fog hozni az FIA döntésként. Na mindegy, nézzük egyelőre Várai Szabolcsot, aki a 7. helyen van. Mózer Norbi, aki már elég komolyan elment előtte. Hát nem sok esélyt látok arra, hogy esetleg Várai vissza tudjon jönni. Ha csak Mózer nem hibázik. Figyelj, az eltelt idő alatt, nem így a versenyen, hanem a jelenlegi szezonban, kérlek szépen, én azt merem mondani, hogy mindenki elég sokat fejlődött, Mózer Norbi is, tehát nem annyira hibázgatnak már a fiúk. Most itt, ha nézem Bakos Zsoltot, akkor nem biztos, hogy ez igaz. Persze. Hoppá. Na, meg is jött a büntetés Bakos Zsoltnak. Következő versenyem 10 körön belüli boxáthajtásos büntetés. Waldinger engedi el a többieket. Hát ő már lekörözött. Nem akar beleszólnia a többiek dolgába. Pedig Bakos Zsolti mögött Várajai. Viszont Bakosnak most frissek a gumiai.
ha már a fedem volt a boxba, viszont Várajai szépen tartja. Így van, hát Várajai Szabolcsot nem kell félteni, de kinyomja a szemét annak az Ober Alfának. Szóval visszatérve a Bakusra, amit akartam mondani, azért amit szoktam mondani, hogy a verseny hevében a gyors döntést kell hozni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. Emlékezz vissza, talán Ausztráliában ott volt Szabó, aki Bukovinski mátyást lökte meg egy picit, és megforgott mind a kettő. És aztán Szabó nem akart elmenni, meg akarta várni Bukovinskit még visszajön a pályára, és ez miatt hárman is kiestek utána. Igen, arra emlékszem, kérlek szépen, arra emlékszem. Na, tehát gyorsan kell dönteni, Laci, és ez nem biztos, hogy mindig, ha már említettük Szabót, ugye, nem biztos, hogy mindig jó. Valamit dönteni kell, egyszer jó, egyszer nem. Egyszer jó, egyszer nem, na most Szabó dönthet úgy, hogy megelőzi Csáki Lacit. Csáki Laci szenved, nem tudom, hogy bunyuk miatt, vagy az autó miatt. Most úgy látom, hogy igazad van, Szabó elég gyors. És szerintem gyors is ahhoz, hogy megelőzze Csáki Lacit, aki kicsit le is szélesítette itt a pályát. Csáki Laci lecsúszik, hoppá, meg is forog Csáki Laci. Bele is csúszik a falba. Na, összetört az a Ferrari. Ez bejön Jager Tibi is. Csáki Laci jelenleg, ha jól látom, akkor szenved. Csak nem tudom megérteni, hogy mi az oka. Tehát a Ferrari nagyon külön van most szakadva. Igazad van. Így pedig Olá Krisztián és Csáki Gergely, aki komolyan csatázik itt a harmadik, negyedik helyen. Ha már az egyik Ferrariról beszélünk, akkor itt a másik Mercedes is. Olá Krisztián bemegy Csáki Gergely mellé. És átveszi tőle a harmadik helyet. Olá Krisztián ezen a futamon kíméletlen. Ahhoz képest, hogy... Csáki Gergely bemegy a boxba. Igen, ahhoz képest Olá Krisztián is ütközött, feltartották, és... Hát volt neki problémája, de... Jelenleg ott van a harmadik helyen a Mercedes-tel. És Moser pedig feljön a negyedik helyre. Ez az első kanyartam, hogy ahhoz képest, hogy az elején beharangoztam, hogy milyen nehéz, elég szépen beveszik. Hát azért, na kérlek szépen, volt már Kalamajka abban az első kanyarba. Volt, de nagy rész azért szépen beveszik. Csáki Gergely pedig az ötödik helyre tudott visszajönni. A DD Inox Kft. Támogatásával készültek. Minden, ami rozsdamentes acél. DD Inox és rozsdamentes acél termékek gyártása. Most, hogy visszatértünk itt Szabót is, Jágert nézzük, ahogy Jágert így megelőzi majd Szabót is talán. Pedig csúszkál, még mindig csúszkál Csáki Laci. Nem tudom, miért nem cseréli le a kerekeket? Szerintem igazán ráférne már az autóra egy jó kerékcsere. Hát vagy egy jó kerék. Hát igen, az sem egy utolsó szempont. Közben Bukovinski Mátyás is egyre közelebb lopja magát Csáki Lacihoz. Valószínűleg itt valami probléma van ez az autóval. Nem biztos el, mert azért a
19. körnél járunk. Lassan a feléhez érünk. Ami már megtörtént, elvileg. És még mindig nem jön ki Csáki Laci. Hogyan is van? Hogyan is van a... Az a bizonyos, és nem jön ki, nem jön ki, nem jön ki, nem jön ki Csáki mögött? Mindig nem jön ki. Csak nem Heidfeld. Hanem Bukovinski. Nem, mert Lőrinc Gábor. Hát jelenleg most igen, Lőrincet nézzük. Bár ha jól látom, a hotlapson még nem az ő neve szerepel rajt. Van egy kis probléma, még így látom itt a számítógéppel, de... Nem sokára orvosolva lesz, majd gondolom. Bízunk benne, hogy minél hamarabb. Hát igen, mondjuk a technikai problémákért, ilyen apróság, a kérje elírások miatt előre is elnézést. Na, akkor nézzük Oberst Macit. A házszal próbálkozik, és egyre előrébb próbálkozna menni, de a 12. hely. Itt a 14-ről nem rossz. Két helyet javított eddig. Igazán volt előrelépés, tehát ebben igazad van. Ugyan Baldinger. A két McLaren megint elől van. Azok mindig elől vannak. Igen, és az az érdekes, hogy hol vannak a Red Bullok? Hol vannak a Ferrari? Laci, az elején milyen meccs volt? Hát igen, az a nagy lendület. Én nem tudom, hogy ez taktika, vagy oppá, Szabó megforog. Lehet, hogy Szabónak is kéne már azok az új, friss lágygumik. Próbálkozunk vissza szenvedni szerintem a boxba. Hát szerintem ott nagyon nagy volt a kigyorsítási erő, azért csúszott még meg. Hát szerintem itt még nincsen akkora probléma. Szépen vette ezt a kanyart. Ez egyenesben meg, hogyha túl is melegítette a gumikat, vissza tudja hűteni. Bukovinski pedig megérkezik Csáki Lacira. Itt még nagyon messze van Bukovinski. Azért mutogatja magát, én úgy látom a visszapillantóba. Szerintem látja már Csáki Laci, aki elfékezi, Bukovinski pedig ugyanúgy belehibázik egy picit. Hoppá, Bukovinski is megforog. Mégse na olyan ezzel, pici az a hiba. Ezzel most megint fel kell zárkózni. Ez nagy hiba volt, Bukovinski megint megforog. Bukovinski mit csinál? Majd most nem Bukovinski fog támadni, nem Bukovinskinek védekeznie kell, mert jön hozzá Lőrinc. Van egy érzésem, de nem merek fogadni, de szerintem ebből box lesz. Merni rátenni valamit? A kis ujjadat? A körmöm hegyit. Én levágom. Törtük össze. De ott a box. Ott, meg is úsztad. Közben itt a Ferrari, és Csáki Laci volt kint. Na végre, Csáki Laci is kijön szépen. És Olá Krisztián is kint volt. De még mindig ott van a harmadik helyen a Mercedes-szel. A box kiállások azért megkavarják a dolgokat. Nem kicsit. Kishami már kétszer kint volt. Szerintem Olá Krisztián is, ha másodszor volt kint. Vagy Olá Krisztián még nem volt kint. De, most jött ki. Ha jól láttam. Biztos, nem. Ő a pályán érkezett. Miért a pályán jött? Hát látod, Laci, öregszem már én is. Moser jött a boxból. Akkor viszont Moser most nem hagyja neki, és ez a Csáki Laci előtte talán megolál Krisztián, ugye?
Én szerintem igen. Igen, igen. Kárki Laci az, aki nagyokat fékezget. És előtte pedig Olá Krisztián van, és célba vehet, hogy szerintem Olá Krisztián. Főleg úgy, hogyha így hibázott is egy kicsit Olá Krisztián. Hát figyelj, ezek a hibák relatíve, hogy mondjam, nem olyan hibák, mert kevésbé kell elvenni a gázt. Azt mondod, hogy ez egy gyorsabb is lehet? Hát bizonyos pontokon a pályán, igen. Igen, én azt mondom, hogy igen, lehet gyorsabb. De így hátulról nézem, hogy elég szépen bőle Olá Krisztián. A Csáki Lasz is itt a friss gumikon, tessék, látod? Tartja, Olá Krisztián tartja a harmadik helyet. Nem Csáki Gergely? Nem, szerintem egy Csáki Laci, nem? Hoppá! Hoppá, hoppá! Bele is ment! Csáki Gergely lehetett? Vagy nem? Hát nem? Én most meg nem mondom neked. Én most meg nem mondom, de én szerintem Csáki Laci volt, aki belement, és most érkezik Csáki Gergely, és el is ment Olá Krisztián mellett. Olá Krisztián pedig... Appa, ez defekt lesz, Laci, ez defekt lesz. Ez defekt lesz. Valószínűleg találkozott Csáki Lacival. És Dekár érte. Milyen szépen, mert ott volt a harmadik helyen Olá Krisztián. És egy ilyen miatt, egy ilyen kontakt miatt, hát nem is tudom, hogy be tud-e menni a boxba. Hát maximum nagyon nagy szenvedések árán fog tudni bemenni. Pláne, hogyha még itt dupla defektet kap, akkor leül az autó valaga. Azzal bejutni a boxba. Kérem. Ez kár volt. Ez nagyon kár volt. De hát ilyen egy autóversenyzés. Nincs mit tenni. Tényleg Olá Krisztián ezen a futamon ezen mindent kapott. Szerintem inkább az a kérdés, mit nem kapott. Találkozott szerintem itt mindenkivel, és megy el mellette az egész mezőny. Ennek ennyi, ennek itt annyi, és szerintem itt ez vége. Én azért annyira nem írnám le. Van kitartása Olá Krisztiánnak. Oké, de... Tehát akkor a lemaradásban van, hogy ennek szerintem itt vége. Tessék, ott áll Olá Krisztián. Én nem tudom. Hoppá, Valdigen Bence is megcsúszik egy pillanatra keresztben a Renault a pályán. Talán nem jön senki. Én, ha jól láttam, akkor Csáki Lacival ütközött. Jól láttad, mert... Hoppá! Még Szabó is elment Olá Krisztián mellett. Hoppá! Mózer! A harmadik helyen volt Mózer! Hátulról eltalálja Olá Krisztián! Aki próbált valahogy visszaetklecülni oda a boxba. Hát szóhoz se jutok, kérem szépen, szóhoz se jutok! Hát én úgy látom, hogy Olá Krisztián most adta föl a harcot. Hát nem csodálom, Laci. Ilyen! És szegény Mózer Norbi ott volt a harmadik helyen. És hátulról teljes sebességet tövig nyomott gázzal, hátulról. Hopp, itt pedig Lőrinc Gábor az, aki megforgatja a Force Indiát. A friss gumikon, kérem szépen. Hú! Pedig azt hittem. És nézd meg, ott a Ferrari jelenleg a harmadik helyen, Bakos a negyedik helyen.
Igen, tehát le a kalappal, csak tehát ez az, amit mondtam, hogy ugye jó, most már akkora különbség nincs. Na, Csáki Laci, és over! Na nézzük Csáki Lacit is, aki bebújik, talán nem löki ki senkit most. Nagyot fékez Csáki Laci, és elment a háztos mellett. Ezen a pályán úgy látom, hogy Obersi is szenved. Szerintem nem fekszik neki. Pályája. Így van. Na, ezt egyszerre mondtuk. Ott csúszik meg. Jaj, de szép drift volt, azt a mindenit. Szépen megfogta. Mondjuk a gumik helyében nem lettem volna most. Csáki Gergely a harmadik. Jáger még mindig az első. Mondjuk meg kellett küzdeni az elején érte. Pedig Óbás jön vissza a boxba, újabb gumi csere. Jáger az első, Kishamja második. Csáki Gergely harmadik, Bakos negyedik. Aztán Mózer, Várajai, Szabó Bukovinszki. Csáki Laci, Lőrinc, Óbás és Vadinger. És jól mondtad, Olá Krisztián már föladta, illetve Fodor is kiszállt. Itt hiszen Bakos Zsolt a negyedik helyen megfutott a leggyorsabb kört. Lehet, hogy ott a Csáki Gergének még okoz egy-két meglepetést. Pedig Waldinger húzódott le igen nagyon a pálya szélére, hogy elengedje itt a többieket. Igen, jó nagy forral. Bukovinszki 8. helyen. Szabó felé érkezik, ha jól látom. Érkezne Bukovinszki, ha nem csúsznak keresztbe. El is mennek Bukovinszki mellett. Milyen szép ülettek, mint a télen. Nem, Bukovinszkinek ezt tanították. Nem lehet, hogy táncorára jár esetleg? Igen, páros, meg sima tánc, tehát szólóba, párosba, nem tudom, Szabóval össze kéne kötni őket egyszer. Na nem Szabóval, hanem egy keringőzik, hallod? Ha elmondhatjuk, hogy mindenki keringőzik, mert körbe-körbe keringőzik itt mindenki. Hát csodálom, hogy még bírják a srácok, és itt a 28. 29. körben járunk már. Még 11 kör, és Várajai Szabolcs a 6. helyen keresztben, és Bukovinszki visszaveszi a kört. Hát ez sem volt egy veszélytelen manőver itt. Várajai is majdnem úgy jártak, mint Bakos és Olá. Nem sokon múlott. Figyelj! Ott itt is van. A vizsgálat itt is. Figyeltem, hogy a bírók itt most eléggé nézegetik a dolgokat. Hát nem is tudom, utoljára talán Kínán volt ilyen, hogy vizsgáltak? Nem tudom. Na, itt pedig a nagy füstbe Waldinger úr. De lehet, hogy Waldinger bekapcsolta a füstgombot. Azt mondod? Ez egy ilyen... Hoppá! Csáki Laci és Waldinger ütközött. Ha jól láttam, megint Csáki Laci volt. Na, kérlek szépen! Olá Krisztián 2.0, Waldinger Bence defektes autóval a második szektor elejétől. Ajaj! Hoppá! Kishalmi Dávid, azt hittem egy pillanatra, hogy ő is defektet kapott nagy füstölös gumival. Nem csak Lőrincet előzi meg. Ugye, a diagramot nem láttunk, ugye, arról, hogy melyik gumik, na úgy látom Várajai Szabolcsot figyelmeztetésben részesítik. Tehát a következőkben nem igazán kéne kalamajkába keverednie. Ezt majd meglátjuk talán. Várajai nem szokott egyébként olyan nagy kalamajkába keveredni, de itt valahogy nem úgy jöttek össze neki a dolgai. Most még. Na, de mit is akartam mondani, hogy...
diagram. Ja igen, tehát ugye a gumikkal kapcsolatban ugye nincsen diagram, hogy mi lenne az ideális, melyik gumik lennének az ideálisak, itt pedig még mindig úgy látom, hogy Boldinger küzdi magát előre itt a palánk vezetésével. Szerintem azt az autót másképpen már nem lehet vezetni. Hát igen, na, és tehát ezért mondtam, hogy diagram nem lenne rossz, mert ugyebár a leginkább használt gumi, én merem állítani, hogy akármilyen gyorsan is elkoptatják a srácok, az ultralegy. Így van. És hogyha valaki nem veszi számításba azt, hogy hoppá, véletlenül kicsúsztam, vagy hoppá, véletlenül nekem jöttek, és emiatt kicsúsztam, már a csúszás, már az, hogy visszakerüljek a pályára, nagyon sokat jelent gumikoptatás szempontjából. Pedig kishalmi Dávid támadja meg a boxot. Igen, de én azt gondolom, hogy... Közben Csáki Gergely Bakos Zsoltot támadja. Igen, és ebben vissza fogok térni, amit mondtál. Na nézzük Csáki Gergelyt! Meg tudja előzni Bakos Zsoltot, aki hatalmasat fékezett, és ezért Csáki Gergely is egy pillanatta és kizökkentette a ritmusból. A harmadik, negyedik helyre megy itt a csata, amit láthatunk. Úgy láttam, ezt a Red Bull is eléggé belőtték a hosszú távra, tehát talán inkább a tempóra, nem a kanyarokra. Igen, pedig azért a Red Bull mindig is az aero csomagjáról volt híres. Hatalmasat fékezett Bakos Zsolt, érzi a nyomást, érzi a lüktetést, hogy ott van Csáki Gergely rajta, hátul már, jobbról balra, és megpróbál szűkebben befordulni Csáki Gergely. Beteszi az autót Bakos mellé, de nem tudott ebből még semmit sem kihozni. Viszont szerintem a célegyenesnél meg fogja próbálni. Nagyon szűken fordul Csáki Gergely, mindig is mondtam ezt, tehát ott van Bakos Zsolton, ott van Bakos Zsolton, itt az első kanyarban megpróbáltak, és beteszi emelni az autót, nem. De, és szűkebben elfordul. Bakos Zsolt most rá tud lépni a gázra, de a kanyargos részen szerintem nem fog tudni mit tenni. És Csáki Gergely átvette a vezetést, és így feljött a harmadik helyre. És Bakos Zsolt vissza előz! Csáki Gergelye mi történt? Egy pillanatra megtorpant valamiért a Ferrari, és Bakos Zsolt pedig elment mellette. Szerintem azt hitte Gergely, hogy megnyugodhat, hogy Zsolt ott nem fog támadni, és pont ott támadott, és most itt az esélye Gergelynek, hogy visszavegye a hosszú egyenesben. Na nézzük, megint ott van mögötte Csáki Gergely, Bakos Zsolt ott van, megpróbálkozik kivédekezni, Csáki Gergely kívülről elmegy mellette, Bakos Zsolt viszont nagyon jól tud védekezni, és ismét elment, de nagyon fékez Bakos Zsolt, Csáki Gergely ott van, most elment, na nézzük, Bakos vissza tudja szerezni a pozíciót, vagy ezt már nem. Csáki Gergely itt is fékez, Bakos Zsolt nagyon-nagyon szűken vette azt a kanyart, picit meg is csúszott, és Csáki Gergely, ha jól látom, akkor egy picit elnyúlott tőle. Boldinger meg próbálkozik valahogy visszajönni a boxba azzal a leamortizált Renault-val. Ebben itt jön Csáki Laci, bocsánat, Csáki Gergely és Bakos. Hát ez a kitartás, kérem szépen, és behozta a boxba, gyönyörű! Kérdés, hogy megcsinálják ezt az autót. Vagy azt mondják a szerelők, hogy na gyere, szállj ki, azt tudjunk egy sört. Na kérlek szépen, és ott a füst közepette érkezik Jáger Tibi az első helyen, első helyről jön ki a boxba. Jáger Tibi, én nem tudom mit csinál, de ja, most van a harmadik meg kis kerékcseréje, de valami gumikoptatási, nem tudom mit, tanfolyamon van, hogy bemutatja, hogy mit kell tenni. Hát nem is kopik ennek a gumia, ennek a fiatal srácnak. Szerintem ő termeli a gumit. Lehet, hogy a pályáról fölszedi. Közben Kishalmi megfutja a leggyorsabb kört. És a Kishalmi Dávidot látjuk, és mögötte pedig érkezik. Nem tudom ki, valaki érkezett. Hoppá, közben Óbes keresztben, és összetöri a ház. És Kishalmi mögött pedig Várai és Szabolcs van lekörözve. Várai próbálja visszavenni a kört Kishalmitól.
miközben Albert próbál visszabugdácsolni, örülhet neki, hogy nem törte össze úgy az autót, hogy nem kapott defektet. Albertnek is eléggé megcsúszott az autója a keresztbe, hát Baldinger nagyot fékez. Hát ez a ház sem nagyon vezethető így első szárny nélkül. Viszont megvan a végtempó. Abban igazad van. Közben Lőrinc Gábor tizedik helye. Csáki Laci a tizenegyedik. Hát a Ferrarikat nézve, harmadik, tizenegyedik, mondom, és még meg is forog. Jaj, de szép, pedig az, az milyen lett volna, hogy bedrifteli a Csáki Laci. Hát ez az. Legalább ezt, Laci, legalább ezt hoztad volna be. Nem baj, lehet, hogy még gyakorolja párszor. Még van rá hét köre. Minden egyes körben megpróbálja ott? Mondjuk, most már tök mindegy szerintem. Aki kim volt a boxba? Ja, Obert. Obert. Első szerencsere. Meg szerintem egy gumicsere. Szabó itt van a hetedik helyen. És a 11. helyre indulva, a hetedik helyen van jelenleg. Jön is be a boxba, jól láttam. Hat körrel a vége előtt még Szabó bejön. Jäger pedig megfutja a leggyorsabb kört. Hát egy kis haminak nem sok esélye maradt szerintem vissza behozni ezt az első helyet. De így is eddig úgy néz ki, hogy McLaren 1-2. De mi van 6 kör? 6 kemény kör. Sok minden történhet még abban a 6 körben. Mondd, hogy így lesz, hogy még sok minden fog történni. Nem vagyok jó, és nem tudom, de majd reméljük, hogy meg tudjuk. Érezd a zsigereidben. Jedi erővel érzem, jó? A forma egy legyen vele. Ja, igen, igen. Csáki Gergelyt nézhetjük közben hátulról. Akire Bakos Zsolt érkezik nagyon szépen lassan. Igen, Bakos Zsolt pedig előről látjuk. Bakos Zsolt sem adta még föl. Hát azért a harmadik hely mégiscsak jobb, mint a negyedik. Jobb, jobb, meg több pontot is ér, úgyhogy mindenképpen. Úgy látom, elég jól tapadnak még ezek az autók. Bakos Zsolt is bejön, 5 körrel a vége előtt. Így nem lesz meg az a harmadik hely. Ha csak Csáki Gergely nem jön ki esetleg még egyszer. Akkor viszont Bakos Zsolt most elé tud vágni. De várjunk, még azért Moser is. Jön ki a boxba, ő is. Lehet, hogy a srácok a végére tartogatták a dolgokat, a kerékcseréket. Meg lehet. Pedig ilyen Várajai, a hatodik jelenleg. Mózer ugye a boxba van. Hát Várajai nem fog tudni mit kezdeni Várajai Mózerrel, mert Mózer már szerintem kijött. És a friss gumikon esélytelen lesz. Igen, ott fékezte el magát, ott látszik még egy kis püst, ott is megy Mózer Norbert. Nem, ez Szabó. Hoppácska! Ne, Szabó jön. Ő a hetedik helyen van. Ő neki meg megint nincs esélye, szerintem Várajai Szabolcs ellen, mert Várajai is már nagyon elő van. Itt hozzá képest előrébb van. Itt viszont még talán egy csata kialakulhat. Bukovinski, Mátyás és Waldinger driftelget. Hát az nem csata. Lőrinc Gábor lekörözött. Hoppá! Hát ez kár volt. Kár volt, gyerekek. Lőrinc is nagyon bizonyítani akar. De megérkezik talán Csáki László volt itt a háttérben. Lőrinc megint keresztbe az autóval.
Nem hiszem, hogy defektet kapott volna. Nem, akkor nem tudna ilyen szépen belemenni abba a konyorba, és így eljönni persze. Hát Lőrinc, 10. hely, az első futamon. Bele kell neki is rázódnia. De kicsit nekünk is meg a kommentálásba talán az érződik. Azért, na, azért próbálkozunk. Akármi legyen is, próbálkozunk. Igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból. Akár csak Waldinger Bence kihozni a legtöbbet magából, az autóból és az adott pályából. Igen, a Renault-nak és Waldingernek is még azért fejlődnie kell egy picit. De még fiatal Waldinger Bence, úgyhogy még van rá ideje és lehetőség, hogy fejlődjön. Illetve a Renault-nál is a legjobb mérnökök vannak. Így szerintem még fejlesztik ezt az autót. Három körrel a vége előtt, Lőrinc a 11., akit látunk most jelenleg itt körözni. Nekem furcsa ez a Force India, egy kicsit. Miért mondod ezt? Engem egy picit így ez a rózsaszínes szín egy kicsit olyan... Nekem furcsa. De hát az én vagyok, igazán. Akkor tessék, két Ferrari, egy képernyőn. Igaz, hogy nem csatáznak egymással, hanem nagyjából majdnem lekörözi egyik a másikat. Csáhi Gergely felküzdötte magát a harmadik helyre, gondolom a testvére nem fogja feltartani. Már ha utoléri ebbe a maradék kettő körbe. Szerintem utol fogja. Csáki Gergely, ez gyors. És akkor az utolsó pillanatban egy lekörözést fogunk közvetíteni. Még az is lehet. Hát te akartál izgalmakat mindig a végére. Na de az én lekörözés. Ez lekörözés, ugye. Óvest. Mondjuk kis Fanny most megfutott a leggyorsabb kört. Na Jágernek még maradt szerintem egyetlen egy köre arra, vagy talán kettő, nem is tudom. Visszavegye a kis Halmitól a leggyorsabb köré járó egy pont. Hát még a 39. kör és a 40. kör belefuthat Jager. Még bele. Kukovinski Mátyás is jön szépen a Red Bull-lal. Úgy gondolom ezt a két kört már mindenki kibírja ezeken a gumikon. Jó esetben talán nem lesznek már problémák. Hát két itt, kört kibírna. Itt már mindenki a biztosra megy. Még mindig lehet meglepetés, Laci. Az utolsó kanyarig. Most már jövendőmondó vagy, én úgy érzem. Emlékszel Szabóra és Podorra? Igen. Az utolsó 10 másodpercben előzte meg Podor Mihály. Ó, igen. Németországba. Na ugye, igaz, hogy ez az előző szezonban. Igen. Bármi lehet. Pont Szabóról beszélünk, tessék. Jelenleg a 7. Na, azért tudod, mit figyeljél még? Attól függetlenül, hogy Óbes milyen helyzetekbe került, jelenleg a 9. helyre följött. És akkor most dicsérjen meg? Arra vár? Relatív. Várajai Szabolcsot illeti a dicséret. Igen, Várajai az nagyon szép. Tehát a 13. helyről a 6. És szerintem így fogja befejezni a verseny. Lehet. Szegény Olá Krisztián, sajnálom azért. És mind a két Mercedes kihullott, azt ne felejtsük el. Valami ott
ott nincs rendben, mert nem ez az első alkalom, hogy a Mercedes technikai okokra, vagy egyéb okok miatt kénytelen feladni a versenyt. Igen, és közben ha jól látom, Várajai Szabolcs felé Mózer Nobra érkezik meg itt az utolsó pillanatokban. És nagyon célba vette, ha jól látom. Hát ott szerintem még azért volt távolság. Bakos Zsolt is lehetett volna előrébb szerintem, hogyha nem keveredik bele egy-két ilyen galibába. Illetve ne felejtsük, hogy őt megbüntették, így Kanadába majd. Elvileg lesz egy boxáthajtásos büntetés az első tűzkörben. Az is érdekes lesz. Úgy látom, hogy Jáger Tibor megkezdi az utolsó kört a versenyen. És közben megcsinálta Jáger Tibor! Na kis Halmi Dávid, vagy bárki más át tudja elvenni esetleg ezt az egy pontocskát Jáger Tibortól. Hát aki még most ér be a célvonalhoz, az megteheti, mondjuk kis Halmi Dávid. Talán így az első kanyarig változik-e a felirás. Eddig szépen bevette ezt a kanyart. Hát én úgy látom, hogy nincs meg az a gyors kör kis Halmi Dávidnak. Eddig marad Jáger Tibinél, az az egy pontocska. Na, ezt majd megnézzük. Mert szerintem Jáger Tibor most már a második szektorban van. Lassan majd megkezdi az utolsó, harmadik szektort is a játékban. Így van. És hát meg kell mondanom, hogy Jáger Tibor nagyon-nagyon megérdemli ezt az első helyet. Megküzdött érte. Harmadik helyről indulva a McLarennel. Fordul rá az első, vagy az utolsó kanyarra. És behozza az autót az első helyre. Nagy taps Jáger Tibornak. Végig küzdötte az Austin-i futamot, és megnyerte azt. Közben a csapattárs is érkezik meg, itt van a hátsó kis egyenesben. Fordul rá a cél egyenesre ő is. És ebben a pillanatban ő is behozza az autót. És így kérem szépen, McLaren 1-2 ezen a futamon. Nem tudták elvenni a győzelmet, sem a Red Bull. Közben Bukovinski Mátyás pedig belecsaptant a falba. Itt a meglepetés, kérem szépen. És a három kerekű trájkal próbálkozik bejönni a nyolcadik helyre. Hát mi történik itt a végén? Itt már be is tolja, de úgy látom, hogy ott érkezik Ober. És jön Ober, és átveszi a helyet. És még ott jön mögötte Csáki Laci is, és még ő is megelőzi Bukovinskit! Bukovinski Mátyás! És még Lőrinc nem. Bukovinski Mátyás az utolsó szektorban összetöri az autót, és elmennek mellette hárman. Ketten. Itt a meglepetés, Laci! Hát, erre vártam! A verseny eleje óta! Hát, ez nem volt semmi. És közben a többiek is behozták szépen az autókat. Jáger Tibi első, Kishalmi Dávid második, és Csáki Gergely pedig a Ferrarival a harmadik helyen ott van. Itt egy pedig hosszú, a győzelmi kör. Igen, egy hosszú és izgalmas futamot láttunk. Jól megérdemelt körök, gumikoptatás, most már lehet, Jáger Tibi. A futamot összefoglalva, a rajt nagyon jól sikerült szerintem, szinte mindenkinek egy-két autót hátul, aki beragadt. Aztán kisebb, hát, hibák, kisebb csattanások,
utána nagyobb hibák, kiesések. De amúgy összességében nem volt egy annyira rossz futam, így. Mondjuk a Mercedesek biztos, hogy nem ezt mondják. Hát az valószínű. Ők most nem boldogok, de ők készülnek a következő versenyre már. Igen, itt pedig láthatjátok a jelenlegi pontversenyt, pontállásokat. A közepe még mindig elég jó és szoros. A McLaren egy picikét elhúzott. Jágert Fibit külön meg kell dicsérni, hogy az utolsó előtti körben még igenis megszerezte azt a plusz egy pontot. Így van, így van. Köszönjük nektek, srácok, hogy néztek bennünket. Igyekszünk tovább csinálni a videókat, stúdiót. Pótolni a lemaradásokat. Igen, mint látjátok, ha tetszett, akkor ezt jelezzétek számunkra. És tartsatok velünk legközelebb is. Szép estét! Sziasztok! Sziasztok!